Itt a vége. Családi nappal búcsúztatta rekorder évadát a Vojtina. Jókai másképp. Rendhagyó kiállítás nyílt az írófejedelemtől az irodalomházában. Lélektér. Belső utazásra hív a református nagy templom új kiállítása. Jó estét kívánok, köszöntöm a debreceni színképek nézőit. Musical, vígjáték, operett és mesejáték is színesíti a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen 2024-25-ös évadát. A 15 új bemutató mellett 14 műsoron maradó előadás, vendégjátékok és új fesztivál is várja majd a színház kedvelőit. Az évadot az Oliver című musicallel nyitják meg szeptemberben. Többek között az idei évad egyik sikerelőadása az Ördögök is műsoron marad a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen következő évadában. Emellett a Trójai Nőket, a Pál utcai fiúkat, a Veszedelmes viszonyokat, a Nincsteleneket és a Cyber Cyranót is láthatják még a színház szeretők. Puskás István alpolgármester a jövő évi bemutatókat beharangozó sajtótájékoztatón kiemelte, az a cél, hogy a színház elgondolkoztasson. Az idei évadot úgy jellemezte, hogy azt élénk érdeklődés és reakció övezte. Milyen jó dolog az, hogy újra beszél Debrecen a színházról. Újra téma lett, újra társasági beszéd téma lett a színház, és abszolút pozitív értelemben. Maguk a felújított színházi terek, de sokkal inkább most már azok az előadások, amelyek ezekben a terekben megszületnek, élénk érdeklődést és élénk reakciókat váltanak ki a debreceni színházba járók körében, és ez szerintem egy kitűnő dolog. Van újra egy remek beszédtémánk a társaságban, az, hogy ki milyen előadást látott, és az ki milyennek látja. Mátyási Szabolcs igazgató hangsúlyozta, idén nagyjából 500 alkalommal gördült fel a függöny, az előadások 90 ezer nézőhöz jutottak el. A színház új vezetése kiemelte, nagy hangsúlyt fektetnek a későbbi évadok kialakításakor a közönség visszajelzéseire. Mindenképpen szeretnénk, bármilyen műfajról is van szó, olyan minőségű munkát letenni, amiről beszélnek, ami egy állítás, ami valamilyen szinten egy karakteressé tesz egy színházat. Nyilván az első évadból azért levontuk a következtetést, folyamatosan monitoroztuk a nézői igényeket, így a 2024-es, 25-ös évadot már ennek függvényében vagy szemléletében is állítottuk össze. A jövő évadban 15 bemutatóval várják a nézőket, az igényekhez idomulva több könnyed előadással. Lesz musical, opera, nagy operett, bohózat és több fiataloknak szóló előadás is. Színre kerül például a Függöny fel, a Tündérlala, a Viktória és a Godóra várva. A Debreceni Teátrum Fesztivál téren is újdonsággal készül. A Magdafest mellett útjára indítják a nemzetközi K Európa Biennálét. Olyan fesztivál próbál lenni, amelynek fókuszában problémák, fókuszában történetek állnak. 6 plusz 1 előadás meghívását tervezzük, úgy, hogy a K-Európa az Közép-Kelet-Európát, különösen Közép-Európát takarja, tehát azt jelenti a Baltikumtól le Görög-szigetekig, és olyan előadás, és olyan partnereket, és olyan színházakat próbál megszólítani és elhozni Debrecenben, melyek ugyanazt a problémát járják körül, hogy mi történik velünk itt Európa kellős közepén. Az évadot szeptemberben az Oliver című musical nyitja. Az előadás rendezője Tóth Tünde kiemelte, a 30 gyerek szereplővel már megkezdték a próbákat, a kicsik hozzáállása példaértékű, a történet pedig ma is aktuális. Ugye az ipari forradalom előtt, illetve küszöbén vagyunk. London megtelik emberekkel, akik egy jobb élet reményében oda törekszenek, hogy valami reménysugár megjelenjen az életükben. Sajnos az emberi gyarlóság egészen sokszor közbeszól ebbe a törekvésbe. Na most adott nekünk egy Oliver felkiáltó jel nevű fiunk, aki valahol ebben a történetben az emberi tisztaságot képviseli, és szerencsére győz is a végén. A 2024-25-ös évadban tehát 15 bemutató, 14 műsoron maradó előadás, valamint 4 vendégjáték, köztük a Székesfehérvárról érkező Királybeszéde, a Szatmárnémeti Színház My Fair Lady-je és 2 fesztivál is színesíti a kínálatot. A bérletek értékesítése augusztusban kezdődik.
Elbúcsúztatta az idei évadot a Kodály Filharmónia. Vendégem a stúdióban Somogyi Tóth Dániel, Debrecen város főzene igazgatója. Hát szervusz, köszöntelek itt nálunk a Debreceni Színképek stúdiójában. Szervusz, és köszöntöm a nézőket én is szeretettel. Na hát ünnepi volt az idei évad, hiszen fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte a Kodály Filharmonikusok. Mit jelent ez a 100 év a zenekar életében? Te hogyan értékeled, mennyire vagy elégedett? Azt hiszem, hogy a zene az valahol mindig ünnep. Legalábbis az a mi feladatunk, hogy azoknak az embereknek, akik eljönnek a koncertjeinkre, és hallgatják a zenekart vagy az énekkart, nekik azt a pár órát ünnepét tegyük. Nekünk viszont valóban ez a 100 év valamit kifejez, és szerettük volna ezt az évadot annak jegyében bemutatni a közönségnek, hogy mégiscsak egy évszázad a Debrecenben filharmonikus zenekar van hatalmas hagyománnyal, értékekkel, jövőben mutató energiákkal, és ereje tejében lévő Kodály Filharmonikusokkal jelenleg. 1923-ban a MÁV alapította a zenekart, ezt többször elmondtuk az elmúlt időszakban. Nagyon érdekes dolog ez különben, hogy a MÁV-nak abban az időben milyen hatalmas portfóliója volt a különböző jóléti szolgáltatásokra, rengetegen dolgoztak, akkor most is sokan dolgoznak nyilván ott, de attól akkor még sokkal-sokkal többen dolgoztak, hiszen nem voltak számítógépek. És aztán a város vette át a zenekart bő 30 évvel ezelőtt, és mindig is hozzátartozott a színházi feladatkör is a zenekarhoz, az operák, alapvetően az operáknak és a szimfonikus igényű operetteknek a bemutatása. Szóval egy borzasztóan sokszínű évszázad ez, és ez a centenáriumi évad pedig egy nagyon sokszínű évad volt, azt hiszem, és tényleg világsztárokkal dolgoztunk együtt. A közönség azt látjuk, hogy nagy örömére, hiszen hogyha állva tapsol a közönség, ezrek álltak föl a Hozé Kurával adott koncertünk végén, az mégis egy hatalmas elismerés és öröm, és valamiféle visszajelzés. És hát ugye teltházas volt, csak nem mondhatni, ugye a Phoenix Arénában ez a centenáriumi koncert, mekkora élmény volt nektek, hogy érezték magukat a sztárvendégek, mekkora sikere volt a közös produkciónak? Nagy sikere volt, és ők is jól érezték magukat. És az embernek az élet minőségét biztos, hogy meghatározza az, hogy kikkel van együtt, akár hosszú távon, milyen időtöltést tesz, mivel tölti a napját, kivel tölti a napját, és ilyen emberekkel, mint a Hozé Kura vagy az Alexander Slatkovszky, egy levegőt szívni, akár csak egy pár napig is, más minőségbe helyezi az ember lelkületét, gondolatait és a horizontot is. És az pedig, hogy velük ilyen nagy örömmel dolgoztunk, illetve hát, hogy ők is ilyen nagy örömmel dolgoztak velünk, és szeretnének továbbra is dolgozni velünk a jövőben is, ez egy nagyon fontos visszacsatolás talán. Hozé Kurával elkezdtünk egy nagy templomi nagy produkcióról gondolkodni, amit 2-3 év múlva tudnánk megvalósítani. Alexander Slatkovszky pedig visszajön. Már a következő évadnak a végét is ő fogja vezényelni, ami Beethoven 9. szimfóniája lesz, nem is akármilyen. Tehát Alexander Slatkovszkyval egy 9. szimfónia szerintem mindannyiunknak örök emlék lesz utána. És benyomás, és felejthetetlen másfél óra. Ugye is hatalmas sikeretek volt, mondhatjuk, hogy a klasszikus zene reneszánszát éli? Hát a debreceni kultúra fogyasztók, hogy így mondjam, körében biztosan. Tehát azt látom, hogy nagyon szeretnek az emberek a produkcióinkra jönni, vagy a koncertjeinkre jönni. A tegnapi halközbeli évadzárónk, ami kicsit olyan spontán dolog, mert egy zenekar mindig csinál évadzárót, általában a saját falain belül. De mi több mint egy évtizede már úgy döntöttünk, hogy ezt kivisszük a szabad térre. Különben érdekes mondan, általában június közepén jó idő szokott lenni, legalábbis azt hiszem, hogy a 12-3 ilyen alkalomból talán 1-2 volt, ami nem kint volt. És ott is annyian nézték, és annyian jöttek el, és voltak rá kíváncsiak, hogy szinte egy kis koncertnek is beért. Szóval az a reneszánszát éli, hát ennek ez egy több élő kérdés. Természetesen az utánpótlás helyzete nehéz, kiből lesz zenész, kiből lesz olyan zenész, akit egy Kodály Filharmonikusok szintű 100 éves együttes a saját tagjai között tudhat. És azokat a legendás művészeinket, akik akár már a nagy tapasztalatuk mellett már a nyugdíj korhatár környékén vannak, őket hogyan fogjuk pótolni? Ez egy hatalmas kérdés.
Vannak ígéretes tehetségek? Vannak ígéretes tehetségek, területén. Abszolút. Tehát ezt hiszem, hogy a fiatalok leigazolásában, a tehetséges fiatalok leigazolásában jó úton járunk, mégis országos szinten vannak olyan hangszerek, amiket nehezebb lesz pótolni. Szóval van nagyon komoly kihívás előttünk, de az egész világon a klasszikus zene egy nagyon speciális helyzetben van, hiszen pont az ellentetje annak, amit az emberek nap mint nap megélnek a villogó digitális kijelzők tömkelegében. Az, hogy egy tartalom nem lehet több 10-15 másodpercnél, mert különben már unalmas, miközben egy Beethoven szimfónia fél órás. Tehát, de pontosan ez is adja az értékét, mert minél több a, bocsánat, hogy így mondom, de alacsonyabb minőségű, rövid hát, tartalom, annál nagyobb értéke van a valódi művészetnek. És azért nekünk az, hogy folyamatosan remek művekkel dolgozunk, az egy olyan adomány az élettől, tehát az, hogy a Puccini operáitól kezdve Bach koncertóin keresztül Mozartig, ezek a világ legértékesebb alkotásai, és ezekkel dolgozunk és élünk együtt, ami egy hatalmas felelősség is, és ezt szeretnénk a közönségnek a legmagasabb, lehető legmagasabb minőségben átadni. Igen, és hát a fiataloknak is, ha lehet, a minél nagyobb értékben, és a... És hogyan próbáljátok a fiatalokat megszólítani? Van valami kis praktika? Igen, vannak ifjúsági koncertjeink, elég sok, sok ezer gyereknek játszottunk, tízezeres nagyságrendben tavaly is, viszont ezt szeretnénk nagyon intenzíven továbbfejleszteni a jövő évadban, és arra készülünk, hogy olyan programot indítunk, az S-Class eddig is meglévő sorozaton belül, ami egy általános, alapvető műveltséghez, vagy nem is műveltséghez, hanem műismerethez hozzávezető utat is fog jelenteni, szerintem családoknak is. Az, hogy megismerjék a Vivaldi 4 évszakot, mert már ez is egy feladat nyilván, az, hogy a Beethoven szimfóniáknak legalább a nagy részét eléjük vigyük, legalább egy részét, szóval kiemelt produkciókat fognak jelenteni jövő évadban a ifjúsági és családi koncertjeink. És mi a helyzet, hogyan tovább a jövőre nézve, mik a tervek a 24-es, 25-ös évadban, illetve az előttünk álló még a nyári időszakban, hol lehet veletek majd találkozni? A nyári időszak persze sűrű lesz, mint ahogy mindig, van lesz egy kis pihenés, de aztán jön a Bartók Béla kórusverseny, nemzetközi kórusverseny, ami az egyik legnagyobb hagyományú ilyen megmérettetés egész Európában, és egy európai, nagyon magas minőségű válogatottnak a tagja ez a verseny. Ez lesz augusztus első napjaiban. Aztán természetesen készülünk a klasszikusok éjszakáján egy nagy produkciót megvalósítani a főtérem, az pedig Hollywood és a magyarok zenei kapcsolatait fogja feldolgozni sok gyönyörű filmzenével. Ez egy nagyon népszerű koncert lesz. De előtte még megyünk a Művészetek Völgyébe és Kapolcsra. És aztán kezdődik az évad, nagyon szép koncertekkel, kiváló közreműködőkkel, ahogy mondtam a végén Alexander Szlatkovszkival, és hát így tekintünk a jövő év elébe, hát nem lehet mindegyik évad 100 éves, és nem minden nap ünnepnap akkor az ugyan nincs, de én azt gondolom, hogy a jövő évad az legalább olyan gyönyörű lesz, mint az idei. Hát akkor én először is jó pihenést kívánok neked, aztán pedig a sok szép feladathoz sok sikert kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad. Kollégám nevében köszönöm szépen. Köszönjük. Rendhagyó módon ünnepelte a Vojtina Báb Színház hivatásos társulattá válásának 30. évfordulóját. Minden eddiginél több látogatót fogadtak előadásaikon. A Rekorder évadot a hagyományok szerint a nézőikkel búcsúztatták, az Itt a vége fuss el véle kapuzáró mulatságon. Na, milyen báb ez? Kezdjük báb! A leghűségesebb nézők nagyon jól ismerik a Vojtina előadásait. Ezt bizonyíthatták az évad záró napon a kvízjátékkal. Mint kiderült, a gyerekek nem csak a darabok címét tudják. Kriszti! Milyen Kriszti? Azt a kutya fáját! Mi az előadás címe? Kapott szeget a király kisztája. Ki a rendező? Ki rendezhette? A játszószínházban nagyon sokat rendez. Lákosi Terpa.
Nagyszerű! De miért is szeretik a gyerekek a Vojtinát? Olyan jó előadásaik vannak. És, nagyon jól megcsinálták a ruhájukat is, meg mindent. A Vojtina társulata 48 éve alakult, és 3 évtizede lett önálló, hivatásos bábszínház. A mozzárult évadban 5 bemutató volt az intézményben. Csodálatos évadot zártunk, hiszen mindig azt gondoljuk, hogy már a teljesítő képességünknek a határát elértük, de hát ahogy mondja a szólás, nincs olyan szekér, amelyekre nem fér még egy villányi széna. Szóval 44 ezer látogató volt ebben az évadban a színházunkban, ami minden rekordot megdöntött, és azt gondolom, hogy szakmai sikerekben is bővelkedett ez az évad. A legnagyobb kihívás az évadunknak a két játszóhelyen való párhuzamos játék, és egyáltalán a Kossuth utcai székházunknak a tartalommal, szellemi munícióval való feltöltése, és ennek a koordinálása a mindennapjainkban, ez volt az egyik legnagyobb kihívás, és nyilván ez a 44 ezeres látogatói szám is jelzi azt, hogy a párhuzamos játékok által tudtunk ennyi közönséget fogadni ebben az évadban. Mindjárt még fel egy kedves húgalagyárka! Komokó kászika! Mióta nincsen nap, a harmad sincsen hajna, komokó kászika, komokó kászika. A vidám kapuzáró családi nap után nem sokáig pihenhet a társulat, hiszen a szeptemberben kezdődő új évadban 5 előadás bemutatóját tervezik. 2025 Jókai emlékév lesz, hiszen jövőre ünnepeljük az írófejedelem születésének 200. évfordulóját. Erre készülve érdemes ellátogatni a Jókai másképp kiállításra, ahol az író szerkesztői, sőt karikaturista oldalát is megismerhetjük. Jókainak a szerkesztői életmódját mutatja be, amikor elindította 58-ban az Üstököst, és hogy hogyan készített vicces adomákat, képregényeket, hogyan skiccelt fel, és hogy volt a kép az Üstökös, hogyan indul el a magyar képregényirodalom őseként. 58-ban, amikor Jókai elindította ezt az illusztrált életszlapot, akkor nagyon nehéz dolga volt, mert volt a kép karikatúra irodalom sem működött Magyarországon. Felhívást indított Magyarországon, hogy küldjenek be vicces képeket. És az elején még űrajzolta ezeket, később pedig Jankó János. És Jankó Jánosnak a munkássága során indult el egy olyan tendencia, amit a magyar képregénynek az ősének nevezhetünk, amikor már ilyen visszatérő figurák voltak, például a Magyar Miska meg a Német Miska, és több képen keresztül folytatódott egy történet rövid szövegekkel. Rengeteg híres karikatúra készült a Borszom Jankóba Jókairól. És külön kitüntetett szerep volt az, amikor a 70-es évek végén a felesége muszolására elkezdett parókát hordani a nyilvánosságban. Ezt nem tudták figyelmen kívül hagyni. Háromszor jelent meg a Borszom Jankóba a különböző években ez a Parókai Jókai műrcímű karikatúra, és hozzátársult egy elég hosszú szöveg részlet magára az eseményről. De Jókai is pártja volt a vicceskedésnek, és megpróbálta ezt az anekdotát továbbfűzni. Tehát ő maga is készítette egy feljegyzést arról, hogy magában az Országházban milyen megjegyzéseket kapott a parókának a hordására, és ezt lehozta az Üstökösben. A külön kedvencem még a Borszom Jankóban az első, kicsit képregényszerű jelenet, Jókai színházi látogatása Kolozsvárot a feleségével. És ha láthatjuk, akkor ezek már rövid képek, rövid történetekkel egész hosszan a Borszom Jankó lapjain. Ez volt kvázi a kikapcsolódás. Tehát itt nem volt nyom, de borzasztóan grafomán volt. Tehát reggeltől estig rengeteget írt. És viszont ez szerintem egy kicsit üdébb szituáció, amikor a néptől kapta az adomákat, át kellett dolgoznia humorosabb módszerrel, és ezt közreadta, és imádta a nép az Üstököst. Tehát több évtizeden keresztül nagyon szerették, főleg a Kagas Márton figuráját.
A református nagy templomban tett látogatást a kis herceg június 12-én. A kifejezetten az eredeti szövegre és rajzokra épülő egyedi hangulatvilágú zenés meseszínházat Vecsei H. Miklós és Csorba Lóránt hozták el a debrecenieknek. A felolvasó színházi estre a 9 és 99 év közötti felnőtteket várták az előadók. Nem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek. Nem azt kérdezik, hogy milyen a hangja? Mik a kedves játékai? Szokott lepkét gyűjteni? Ehelyett azt tudakolják. Hány éves? Hány testvére van? Hány kiló? Mennyi jövedelme van a papájának? Furcsák ezek a felnőttek, ugye? Közös produkcióval érkezett Debrecenbe a Lóci játszik frontembere is, Semmelweis doktor, vagyis Csorba Lóránt és Vecsei H. Miklós. A színművész számára a kis herceg történet középpontjában a barátság áll. Annyi minden történik, annyi mindenhez szokunk hozzá a mindennapokban, és könnyű elfelejteni, hogy van, hogy a legfontosabb, egyik legfontosabb dolog az életben, hogy vannak barátaink. Ez persze lehet a feleségünk is, lehet a gyerekünk, lehet a szülőnk, nagyszülőnk, mert itt a barátságnak egy ilyen, ez egy ilyen viszonyítási forma, vagy egy intézmény, és ebben a darabban minden dolog, ami a barátsághoz kötődik, és nem feltétlenül racionális, ez lehet irracionális is, ez benne van. Csorba Lóránt neve nem csak a Lóci játszik zenekar kapcsán lehet ismerős. A zenész szerezte Reisz Gábor Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című nagy sikerű magyar filmjének zenéjét is. Erről az alkotói folyamatról elárulta, a zenének a történet hangulatát kell segítenie, ehhez pedig egy keverő és egy hangszer áll rendelkezésükre. A lehető legkevesebb eszközzel igyekeztünk hozzányúlni, és a zenét is így raktuk össze. Ezt nem tudom, a Hasi mesélte, de egy családi bölcsibe, a mi bölcsünkbe kezdtük meg a próba folyamatot, és ezért minden nagyon pici volt. Pici székeken ültünk, pici mikrofonnal, és végül a hangszerből is a legkisebbet választottam, tehát gyakorlatilag az ukulelénél egy fokkal nagyobb gitalelét, és azon kísérjük le az egész darabot, hogy minél kevésbé legyen egy ilyen grandiozitás irányába elmenő, amúgy egy nagyon intim, nagyon közvetlen kis szöveg. Így ismerkedtem meg a kis herceggel. Egy bárány magában, teljes zavarában, véget áldogálva egyedül a Szaharában. Mi szükség van bárányokra? Merül fel a kérdés. A bégetésen kívül kérem, ha nem nagy sértés, megkérdezném, mit csinálnak itt a sivatagban. Mire vannak, miért jók és miért vannak? A színház jó, hogyha van benne rizikó. Mind a szerep is jó, hogyha van benne rizikó, ha lehet benne bukni. Az egésznek ez adja a feszültségét belülről is, és kívülről nézve is. Ez a kis herceg, ez nem ilyen. Tehát ilyen szempontból a színház kicsit hiányzik belőle. Ez inkább egy olyan, mint egy lelki gyakorlat, vagy egy ilyen kis elmélyülés egymásban. De ezt jó érzés néha, hogy ez fölváltja az ilyen keményebb színházi létezésünket. Felség, akkor én hadd mondjam el magának, hogy nekem van egy vágyam. Én szeretnék naplementét látni. Örvendeztessen meg fölséget, parancsolja meg a napnak, hogy nyugodjék le. Meg fogod kapni a naplementédet, követelem. De kormányzói bölcsességeben megvárom, hogy kedvezőek legyenek hozzá a körülmények. És az mikor lesz? Este. A legfontosabb mondatok azok tényleg már szinte közhelyszerűvé váltak. Mégsem koeljózzuk le, tehát valószínűleg azért, mert mélyebb igazságokat tartalmaznak. A jól csak a szívével lát az ember, szerintem az egy, míg az a lényeges, az a szemnek láthatatlan, szerintem ez tényleg egy olyan üzenet, amit könnyedén magával visz az ember, és akár egy életen keresztül tudja mondani, de az a díszbe öltöztettem, érted a szívemet, az is egy... Nem egy olyan mondat, ami nagyon jól kifejezi azt a várakozást, amikor valakivel vágysz egy találkozásra, és tényleg a szívedet készíted először fel erre a találkozásra. Négy lépésben elmondom a helyes vulkánkarbantartást. Szóval azt mondja, hogy egy, a legfontosabb szeretet, szeresd a vulkánot, ha pucolni utálod, és kettő, rendszeresen pucolni menő, sikáld eleget, hogy adjon jobb meleget, és három, mondd neki, te vagy a vulkánom, nem kell kitörni, hercegeket gyötörni, és négy, vele mindig kedves légy. Vannak részek, amikor Exupéry, vagy a mesélő felemeli a kis herceget, és viszi.
mert épp már gyenge, vagy szomjas, vagy, tehát vinnie kell, és hol elalszik a kezében, hol elszomorodik, és nézi az alvó kis herceget. Több ilyen rész is van a darabban, és nekem nemrég született meg a kisfiam, és úgy megszületik egy kisfiú, és nem egyből lesz apa az ember, hanem így lépésenként. És ahányszor játszom, mindig egyel közelebb kerülök a saját kisfiamhoz is. Hogyan? Te az égből pottyantál le? Igen. Hát ez furcsa. És kacagott, gyöngyöző kacagással. És azt kérdezte utána, hogy szóval te is az égből jöttél? Melyik bolygóról való vagy? A református nagy templomban megelevenedett a kis herceg. A felnőttek biztosan értik, de nem biztos, hogy érzik. A gyerekek nem biztos, hogy értik, de biztosan érzik. Egyedi hangulatvilágú zenés meseszínház. Álom. Maradunk a nagy templomban, amely a napokban egy új kiállítással gazdagodott. A lélektér egy belső utazásra hívja a látogatókat, ahol például olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint például, hogy ki vagyok és hogyan tudok építkezni a múltamra. Tere. Ha bárki belép egy templomba, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van az az érzése, hogy milyen különleges ez a tér. És ennek a térnek az a célja, hogy bárki, aki bejön ide a nagy templomba és feljön ide, az megtapasztalja azt, hogy az, ami itt van, azt el lehet vinni. Hogy az Isten által a lélek, az gyakorlatilag mindenhol velünk van, és az a nagyon békés, nagyon nyugodt érzés, ami itt megtapasztalható, az az élet sűrűjében is megtapasztalható, és ez a térnek gyakorlatilag a funkciója az állomásokon keresztül végigvezeti az egyént, gyakorlatilag a saját jelenlegi aktuális mentális lelki állapotán. Az, amit a kezünkkel csinálunk, tehát az elménkben is rögzül, és mindenhez van egyfajta társítás, például az, hogy mit hozok a múltamból, mi az, amin keresztül szemlélem a saját életemet, és vannak kövek, amikre fel lehet írni például ezeket a terheket. És ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat például, hogy a múlt sebeiből akár gyógyulni, akár épülni, de hogyha felírom azt, ami igazából engem most terhel a kőre, és aztán tovább viszem magammal, a szövegeken keresztül, ami a Szentírásból idézett, végigmegyek a saját lelki állapotomon is, mert megnézem, hogy mi az, amivel tudok azonosulni, és van egy hely, ahol konkrétan le tudom tenni például azt, ami engem terhel. Múltra lehet építeni, nem kell eltörölni, de lehet ráépíteni, és ehhez kapcsolódik az, hogy itt vannak ezek a téglák, amik itt körülvesznek, az életünknek a téglái, a darabkái, amiből csak így tetszőlegesen, ami szimpatikus, le lehet venni, és el lehet kezdeni építeni bármit így körbe rakni. És hogy a léleknek az erőtere által én építek, teszem a kezemmel a dolgokat, de hogy Isten is épít, és Isten is építi, segít ezeket a természetes erőforrásokat felhasználni a hétköznapjainkban, az életünkben, amik által teljesebb lehet az élet. Önök a debreceni színképek műsorát látták. Új adással legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!